Nos, a GPS szerint 10 méterre vagyunk a papírhelyezett koordinátától. Elcsapta egy faszit! Mit csaptam el? Nehogy csaptam el! Baszki! Ennek egy kibaszott karja van! Dobd ide a fegyvert! Engedd el, de kurva gyorsan! Dobd ide és elengedem! Te meg akkor dobd ide a kartodat! Mi a faszta neked kar? Nem is tudsz kardozni! Baszd meg, kurva jó vagy, most akarlak megmenteni! Figyeljetek, én senkit nem akarok bántani. Egy ismerősömet várom, akinek itt kell lennie, ezen a helyen, ezen az időpontban. Engedd el a haveromat, aztán húzunk innen a francba! Megígéred, hogyha elengedem, nem lősz le? Megígéred, de engedd már el! A lényeg az, hogy én egy időugró vagyok. Hogy tudok utazni térben és időben. De most azt akarod nekünk beadni, hogy te az időt visszafelé tudod tekergetni, meg hogy egy perccel tudsz benne ugrálgatni? Vagy most mi van? Lakik itt egy barátom, nem is olyan messze. Elég gyakran járok ide a 2000-es években, és ő az én felszerelésem. Ő segít nekem az időutazásokban. Mi a fene folyik itt? És ti kik vagytok? Azt túl akarja élni, jönni velem! Téged hogy hívnak, orosz? Vladimir Ilics. Mit hordtok itt össze nekem? Az utolsó emlékem 2001, amikor az űkapám rám hagyott egy gyűrűt egy dobozban. És utána itt vagyok 2022-ben, Szibériában, lidércekkel. Valaki felhúzza a gyűrűt, továbbadja, elveszít minden emlékét az időutazással kapcsolatban. Ti jönni múltból, de? Így van. Szóval ti ezért nem tudni lidérc? Ezek amerikaiak meg oroszok? Tart nekik plazmát. Akkor hogy fogunk visszajutni? Ezzel rájönk akkor is gondolkodni, amikor már a lidércek nem lesznek a nyomunkban. Mi akar visszajutni hova? Azon napon, mikor fiani lidérc megjelenni! Davaj, vigyite! Ez egy időkapu, felismerem. Vladimir! Nem érteni, varom! Lidérc átmenni ezen kapun!